Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A lehet más a politika, nem először teszi meg javaslatait a devizahitel csapdába kerültek megsegítése érdekében. A javaslat, amelynek tárgysorozatba vételét javasoljuk, azokon az intézkedéseken alapul, amelyek elfogadására az LMP már az előző ciklusban is javaslatot tett. Teljesen világos, hogy a devizahitelek katasztrófába taszítottak számos magyar családot. Megoldhatatlan helyzet elé állított sok embert az, hogy olyan szerződésbe kényszerült bele, melynek következményeit semmilyen módon nem számíthatta ki. A devizahitelek elterjedése káros, a devizahitelek engedélyezése vagy ösztönzése hiba volt, hiszen egy hibás termékről van szó. Itt azonnal felmerül az állam felelőssége és a helyzet megoldásában betöltött szerepe. Az LMP szerint a Fidesz vezette kormány intézkedései, az előző ciklusban elfogadott szabályok és a legutóbbi javaslatok nem jelentenek megoldást. Pontosan azokat hagyták és hagyják bajban, akiknek állami segítség nélkül semmi esélyük nincs a csapdából való kikecmergésre. Az előző ciklus végtörlesztése eleve a módosabb helyzetben lévőket segítette, nem véletlen, hogy mennyi képviselő, politikus élt a lehetőséggel. Az ebben a ciklusban kitalált moratórium meghosszabbítás pedig csak időhúzás. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy az országgyűlés vegye tárgysorozatba azokat a javaslatokat, amelyeket az LMP képviselői fogalmaztak meg. Az igazságügyi bizottság véleményünk szerint rendkívül rossz döntést hozott, amikor a kormánypárti tagok tartózkodásukkal igyekeztek elbuktatni javaslatunkat. Az a tartózkodás ugyanis meglehetősen egyértelmű támogatást jelent, csak nem a devizahitelesek, hanem a bankok irányában. Éppen ezért szeretném ezt az alkalmat is megragadni arra, hogy meggyőzzem a tisztelt kormánypárti képviselőket, de sajnos nincsenek itt, hogy álljanak ki azok mellett, akik a legsúlyosabb helyzetbe kerültek devizahitelüknek köszönhetően. Az LMP javaslata megtiltaná a devizalapú hiteleket, megakadályozva a katasztrófa újbóli kialakulását. Javaslatunk szerint pusztán közjegyzői okirat alapján nem lehetne többé végrehajtást kezdeményezni, és mi nem engednénk meg azt sem, hogy a bankok devizalapú hitelszerződésből eredő követeléseiket gyanús hátterű behajtó cégekre ruházzák át. Szerintünk itt az ideje annak is, hogy a bíróságoknak kötelező legyen hivatalból megvizsgálni a teljes hitelszerződés érvényességét akkor is, ha csak egy részét vitatja a devizahiteles. Ezek a javaslatok a legkétségbeejtőbb helyzetbe került adósokon segíthetnének kiszámítható módon. Olyan emberekről van szó, akik a végtörlesztést képtelenek voltak igénybe venni, mert a havi törlesztő részletekre sincs pénzük, nemhogy a hitel egészének visszafizetésére. Olyanokról van szó, akiket otthonuk elvesztése fenyeget. Végleges megoldást kell találnunk a devizahitel katasztrófára. Kérem, tegyék lehetővé, hogy az országgyűlés tárgyalhassa az LMP devizahiteleseket segítő javaslatait, és kérem, hogy álljanak azok mellé, akik a legnagyobb bajban vannak még ma is. Köszönöm, hogy meghallgattak.